Több mint fél százan gyűltek össze a Pécsi Evangélikus Egyházközség Teremtés Hete rendezvény sorozat megnyitó programjára. Az eseménynek a felekezet pécsi parókiája adott otthont. A híveket és az érdeklődőket bevonzotta a katolikus és az evangélikus püspökökkel való beszélgetés. Szerintem az egyházaknak azon kell lenniük, hogy a személyes kapcsolatokat erősítsék, ahogy itt el is hangzott, hogy a mai világban annyira el vagyunk idegenedve egymástól, és ehhez hozzájárult ez a Covid időszak is, amikor el voltunk zárva egymástól, és csak online lehetett érintkezni egymásra, és teljesen más egy személyes kapcsolattartás, mint akár telefonon, akár Skype-on vagy Messengeren beszélgetni. A gondolatébresztő beszélgetés témája az egyház és a természet címet kapta. A két különböző felekezetű egyházi vezető előadása, kommunikációja az együttgondolkodásról szólt, még akkor is, ha vannak különbözőségek a két egyház tanítása szokásai között. A két alapvető belső erő üzenet egyik az, hogy a két egyház találkozzon, a két püspök üljön le. Mi természetesen hivatalból találkozunk időnként, és ennek én örömmel adtam helyet a sorsomban. A másik, hogy én nagyon szeretek az emberekkel találkozni, hogy kérdezzenek, mondjuk el. Tehát egy kötetlenebb, nem liturgikus, nem kötött forma, sokkal szabadabb, sokkal természetesebb, és ez nagyon fontosnak tartom, sőt azt mondom, hogy ez nagyon hiányzik az életünkből. Egyetértés vagy vita, mindenben természetesen nem lehet egyformán gondolkodni, az egészséges vita pedig építőleg hat mindkét félre egy kommunikáció során. A vitákat mindig van valami vagy valaki, aki kiegyenlíti, mondta Kondor Péter, evangélikus püspök. Van valaki, akiben egyek vagyunk a Krisztusban. Ez a hívő emberek számára egyáltalán nem újdonság, tehát nem azt keressük már régen, hogy mi az, ami elválaszthat bennünket egymástól, hagyományokban, szokásokban. Egyébként ez nem csak a helyi felekezeteken belül érvényes, hanem a világ más részein élő keresztényekkel kapcsolatban is ugyanígy vagyunk, hiszen teljesen mások az afrikai, a távol-keleti szokások, tradíciók, a népek tradíciói, és nagyon sok mindenben nehezen tudjuk felvenni egymással a ritmust, azonban amikor Krisztushoz kerülünk közel, amikor a hitünk lényegéről van szó, akkor ez mindent felülír. A hétindító beszélgetést a két püspök között Ócsai Zoltán evangélikus lelkész vezette. A Teremtés hetén kézünves délután természetvédelem előadás a generációk harcáról, éneklés, koncerte, kirándulás várja az érdeklődőket.